szerencsére most már jó hírekről tudunk beszámolni, mert az már viszonylag régóta látszik, hogy elkészült a déli összekötő, annak minden kísérő beruházásával együtt, de nyilván egy új útnál különösen szigorúak a hatósági engedélyeztetési folyamatok, de ezek most már a végéhez közelednek, úgyhogy hamarosan lezárul és a forgalomba helyezéshez kapcsolódó engedélyekkel is rendelkezni fogunk, ami azt jelenti, hogy május 8-án valamikor napközben át fogjuk adni a forgalomnak a déli összekötőutat. De emellett az elmúlt hónapokban számos kezdeményezés, civil kezdeményezést kaptuk arra nézve, hogy mielőtt átadjuk az autósoknak, előtte nyissuk meg, adjuk meg a lehetőséget, hogy más közlekedési formát a használók is tudják használni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy május 7-én, vasárnap egy rendezvény keretében lehetőséget adunk sportolásra, egyáltalán kipróbálásra nem autóval a déli összekötőnek. Erre Péteréket kértük föl, és arra kérem Attilát, utána Pétert, hogy mondják is majd el, hogy mi lesz a program. Egyúttal megragadva a lehetőséget, hogy valójában ugye 7-én akkor úgymond zárnánk a projektet, és egy kicsit ilyen szimbolikusan is átadnánk a nagy közönségnek, 8-ától majd használható lesz autóforgalom tekintetében is, és így szeretném megköszönni Aikon keresztül mindenkinek, aki ebbe az óriási munkába az első ötlettől a megvalósításig részt vett. Ilyen útépítés évtizedek óta nem történt Székesfehérváron, és azt hiszem, hogy mindenki meg fog győződni arról, hogy ez tényleg abszolút 21. századi módon valósul meg, és igazán méltó biztonságos körülmények között lehet majd közlekedni. Nyilván azt kérem, hogy a szabályokat majd a jövőben is mindenki tartsa be. Egyebek között pedig abba is bízom, hogy nem kell évtizedeket várni a következő útépítésig, hiszen például a Bakonyúca esetében szeretnék ezt meg folytatni a következő évek, de most örüljünk annak, hogy a déli összekötő elkészült. Egyúttal pedig köszönöm a türelmét a környéken élőknek, mert mivel egy ekkora beruházás rengeteg kérdés problémát felvetett, de bízom benne, hogy jóval több közlekedési problémát fog megoldani, nem felejtve el azt sem, hogy ezáltal egy kicsit lehet termentesíteni belső nagy gyűjtőutakat, csomópontokat, ez meg környezetvédelmi és közlekedési szempontból is előrelépést jelenteni. Szóval én is neki valóban azt mondom, hogy itt itt élünk a Dörhalmi Szőlőkben és Alsóvárosban már nagyon várjuk a május 8-át, amikor megnyílhat a déli összekötő út, és az itt élők is, illetve az erre járók is használhatják most már a két déli városrészt összekötő új utat, ami valóban a Széchenyi-Horváth kereszteződés, illetve a többi nagy csomópont tehermentesítését is fogja majd szolgálni. Valamikor a reggeli órákban el fognak kerülni majd ezek a gátló és védő eszközök, és utána pedig a délelőtt folyamán pedig megnyílik majd az út a használatra. Előtte pedig, ahogy polgármester is mondta, május 7-én vasárnap 9 és 12 óra között várunk mindenkit, kicsiket, nagyobbakat és még nagyobbakat arra, hogy akár kerékpárral, rollerrel és sok minden eszközzel, vagy éppen a két lábukkal futva vegyék birtokba az utat. Két szervezettel vettük fel én értelemben a kapcsolatot. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság fog majd kijönni egy kis közlekedésbiztonsági, kerékpáros ügyességi pályát fognak majd kb. 100-150 méteren telepíteni. Itt nyilván a kisebbeket várják majd. Péterék pedig majd egy mini duatlon programot szerveznek. A triatlon nem jött össze, bár van néhány záportározó itt a környéken, de ezt nem akartuk bevállalni, hogy triatlon is legyen, úgyhogy duatlon programra várunk mindenkit. Még egyszer május 7-én 9 és 12 óra között itt a déli összekötő Burgundy úti csomópontja környékén. Én is csatlakozva a polgármesterhez szeretném megköszönni a környéken élők türelmét, megértését. Anikóval sokszor jártunk itt és a környező utcákban, egyeztettünk a lakókkal és igyekeztünk minden kérést megfontolni és aztán meg is valósítani. Én azt gondolom, hogy jó kommunikáció volt a lakókkal az elmúlt időszakban, de most már mindenki túl van a beruházáson, úgyhogy ennek a gyümölcsét reméljük, hogy forgalom szervezés tekintetében tudjuk majd élvezni. Úgyhogy köszönöm szépen, várunk mindenkit május 7-én délelőtt.